Halló, sziasztok! Elindultunk Badacsonyba. Hát ez egy Kaposvár, Tüskevár. Az Elvira szerint 9.44-kor itt a vonat. Itt szokott tömeg lenni. Ebből én arra következtetek, hogy ez valótlan volt. És megszívtuk. De állítólag 10 percben azt mondta, a múzeumban ki van, muzikális, mondta. Megkérdeztem, mert más itt nincs a jegyvizsgáló, ne lehet venni jegyet. Azt mondták, helyek köteles, hely az magát. Ilyen gyerek helyek van. Megjöttünk, csak várjál, hol az ácsáró? Arra nincs, akkor csak erre mehetünk. Na, megnézzük az új hajót. Na, meg sorválunk ki egyébe, hát úgy a klasszik, nem online. De azt hittem, csak a kép ilyen túlzás, de ez jól néz ki. Erre. Ez biztos nagy a sor. És tök jó, hogy fölértünk ezzel a vonattal tök gyorsan. De még csak most van 11 óra, és már meg is vettük a hajójegyet, de csak a déli hajóra lehet már jegyet venni. 10 óra 50-kor, amikor vettünk jegyet, ugye? És a poén, hogy meg kell mondanod előre, hogy hány órás hajóba mész, hány órással jössz, hány órás vonattal mész, jössz. Előre, hát ezt hogyan lehet, ugye? Tuningod még kicsit. Olyan sok. Hozd el szépen. Mennyi? Nem kell ennyi bele. Ez a mi ez? Pihenőnap. Csipszes, lisztes. Nem mondjuk ki. Megyünk oda föl, oda. Ott végigmegyünk, oda meg föl, ott rádiózunk, itt sétálunk egy kicsit, aztán ez meg lesz ez a 8 kilométer, és itt is vagyunk. A Badacsonyi hajóállomást felújították végre 1000 év után. Itt hagytok benne kis retro falat itt oda. Itt valósították meg egyedül az én ötletemet, amit nem értek máshol, miért nem, hogy ahol autót árnyékoló dolog van, arra napelemet teszünk. De az alatt úgy se lesz fa. Na, ez egy jó hely itt balra. Szóval mik a tapasztalatok így a borra kapcsolatban, hogy jövünk fölfelé? Minél szarabb. Ahogy jössz fölfelé, egyre szarabb, egyre drágább borok vannak. Egy érdemes fölmenni a tetejéig. Följutottunk a rózsakőhöz, amire rá kell, itt, amire rá kell ülni, és ha itt megcsókolsz valakit, akkor az marad szörökre, remélem nem a kőni, és azt hiszem a Balaton felé kell ülni, de azt mondták, hogy fordítva, de úgy még nem látom a Balaton, egy kicsit, igen, de úgy nem látom a Balatont, úgyhogy az úgy nem jó. Várjál, most már az jó, de ezen ki fog háttal ülni, én ugyan nem? Jó, csak egy picit. Üljünk öt háttal. Na, lássam az arcodon, hogy akarod. Akarom, olyan tiszta szívemből akarom. Ezen én háttal ülök, le fogunk esni a kicsába. Mit fogsz leesni? Próbálj meg rajta háttal ülni, hallod?
Azért találták ki, mert ha nem háttal ülsz, akkor nem látjátok csók közben a Balaton. Lesz csók. Lesz, csókolj meg. Akkor fölveszik. Na, nem hátta. Nem háttal volt. Nem háttal. Nem háttal volt. És most én forduljak. Háttal kell ülni. Jó lesz ez így, hidd el. Úgy nem látszik. Egyébként ezt azért találták ki. Hallom, hogy valaki megőrült. Ez már a hegytető, a lapos rész. Innét már csak lankák. Lóba hívás a kilátó tövéből, PMR1-en 4 watttal. Hú, bocsika, ez nem 4 watt volt, hanem 1, mindjárt emelek. Szia! Na, megemeltem, most vagyok 3,5-4 watttal a Badacsonyból. Voltam. Ahó, Badacsony, lehet hallani? Te hol vagy helyileg? Itt Badacsonyban te tökéletesen itt vagy. Menjünk fel a kilátóba. Följöttünk, milyen volt? Jaj, jó volt. Csak jó lehet. Most veszem videóra, most beszélj az alarról. Itt gyengébb vagy. Lajos kapva. Emeljünk kakaót. Na most emeltem vissza 5 wattra, mert visszamentem fél wattra. Az alannak számít az, hogy 5 watttal megyek? Mennyi idő visszaállni a másik rádióra, az sokkal jobb, az kisztál vissza. Na, vissza is álltam, ez az alan. Valan, alinkó. Na, be se kell mondanod, ez kristálytiszta. Majd nézd meg a videót, majd fölteszem. Pedig akkoriban mindenki dicsért, hogy az alannak van a legszebb modulációja. Hát ez valami gyönyörű szépen szól, mint a dróton lennél. Jó van, csak még nem tudom programozni ezt a rádiót. Melyik az erősebb? Ez sokkal. Ez az idei követ, ezt fönn majdnem a kilátónál szereztem, és elhoztam ehhez a kis házhoz, meg most még a Ranolder keresztet is megmutatom neki, és úgy indulok vele haza, és eddig ez így a 30 év legnehezebb köve. Hó, megjöttem a kereszthez. Szerintem ez a legszebb rész Badacsonyba, még egy rádiópróba innét, aztán futhatunk lefelé borozva. Ugye teszi? Jaj! Elég szar idő van a túloldal fölött. Videó selfie. Gyere oda, le oda, ki a kőre. Hát akkor ne lép többet. Ja. Ez az a tábla, amit minden évbe beleteszek. Ezt csipni a szúnyogok, vagy befújjuk magunkat, vagy elindulunk rohamléptekbe lefelé. Na mi van? Mi történt? Ráléptél valamit? Menjünk. Ami végigjárta a hegyet velem. Most már csak itt ezt a pici részt kell kitartani.
Újabb rekord az mutatok. Mi vagyunk legelől a sorba. Gyere, mosolyog ide. Mosolyogjál. Na ezt a vonatot, amivel most ilyen van. Ez az. Na ne szívass. De mi ez? Ezt lábba kell hajtani? Vagy ez? Kemény a piroskába hazafelé. És amikor az ember hazaér, a legjobb pillanat, amikor kiveheti egyrészt a rádiót, de nem a rádió a lényeg, nem is az üdítő, nem is a koszos ruhák, hanem a kő. Az idei kő. Próbálom róla levenni a burkolatot, így már van rajt fogás. Szép kő. Azért jó hozzáhozni. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Hello, bello!